Ez így csókolom, néni. De alaposan lába tőlök be a szobába, menjek a nagy szobába, ki kéne lőnöm az ablakon. Tessék? A ruszkik itt vannak. Az észak-londoni Chiswick Catholic Centerben elevenednek meg a 60 évvel ezelőtti pesti események. A Kossuth Lajos cserkész csapat az 56-os forradalom 60. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen előadandó színdarab főpróbáját tartja. A három jelenetből álló dráma játékos, egyszerű formában próbálja meg közelebb hozni a Corvin köz eseményeit a fiatalabb generációhoz. A színdarab egyszerre állít emléket a forradalmároknak, és próbálja 56 szellemiségét átörökíteni a cserkészek számára. Kettős célja lenne, az egyik célja természetesen a fölkérésnek megfelelően, hogy a hallgatóság, ugye egyfelől a meghívott magyar szervezetek, másfelől kiemelten az 56-osok, akik még élnek és közöttünk vannak, azoknak a köszöntése, megünneplése, illetve hát a közösségi megünneplése, nemzeti ünnepünk kerek évfordulójának. A másik célja viszont az volt, hogy a gyerekek ezt az egészet úgy éljék át, hogy valamit átvegyenek, megtanuljanak belőle, ne csak, ahogy az előbb fogalmaztam, didaktikus módon megéljék az ünnepet, vagy ne éljék meg, hanem valóban, minthogyha benne lennének. Néhány kilométerre a főpróba helyszínétől egy Maxwell Hilli csendes utcában lakik Gömöri György. A nyugalmazott irodalomtörténész az 56-os forradalom kirobbanásakor negyedéves egyetemista volt az ELTE lengyel-magyar szakán. Mint a Petőfi kör tagja és az egyetemi ifjúság szerkesztője, aktív részesévé vált az eseményeknek, többet magával szervezték a lengyel szolidaritási tüntetést. Lengyel zászlókat kellett szereznünk, és nem voltak lengyel zászlók, úgyhogy a bölcsészkaron végül is találtunk csehszlovák zászlókat, és hogyha csehszlovák zászlót az ember összeszögezi, akkor a kék rész eltűnik, és akkor marad a lengyel zászló belőle. Ez volt az egyik megoldás, aztán kokárdákat csináltunk. Tűnik, tudatosan rájátszottunk március 15-ére, 48. március 15-ére. Ezért volt az, hogy Sinkovics Imre a Petőfi szobornál mondta el a nemzeti dalt, és hogy az, hogy most vagy soha, a tüntetés jelszava lett az október 20-án tüntetésnek a végére. Nem az elején. Az Egyetemi Forradalmi Bizottság igazolványát a téli kabátjába varva érkezett meg Bécsbe. Itt szerettek volna egy nemzetközi tiltakozó kongresszust szervezni a szovjet beavatkozás ellen. Azonban az osztrák hatóság tartotta magát a semlegesség elvéhez, ezért az első adandó alkalommal tovább utaztak Angliába. Most itt hozzá kell tennem, hogy aki azt hiszi, hogy fiatal magyar, aki akkor kijött, nem tanulhatott rögtön tovább a világ bármelyik részén, nem beszélek a úgynevezett szocialista táborról, de a világ bármelyik részén, az téved. Bennünket tárt karokkal vártak mindenütt. A felesége még most is emlékszik, hát ő nagyon fiatalon, majdnem, hogy gyerek fejjel jött ki szüleivel. Amikor megérkeztek, akkor a hangszóróban, a repülőtéren a királynő üdvözölte a magyar menekülteket. Az angol királynő. Ez neki egy életre szóló élménye maradt a mai nap. Észak-London másik hangulatos negyedében, Hampsteadben él Sárközi Mátyás. A forradalom az ő életében is meghatározó, sorsdöntő eseményé vált. A Hétfői Hírlap fiatal munkatársaként szemtanúja volt az első lövések eldördülésének, majd egy feljelentés nyomán menekülnie kellett. Én november 29-én felszálltam egy vonatra a déli pályaudvarnál, Zalalövőn leugrottam egy kanyarban, amikor lassított, és nekivágtam az erdőnek és a réteknek, és elérkeztem a Rábáig. Kalandos körülmények között átkeltem a Rábán, éjjel egy ladikos vitt át sötétben 100 forintért, de még a másik oldalon több kilométernyi magyar vidéket kellett be, és gyalogolnom, barangolnom, amíg elértem a határig. Azután egyszer csak azt láttam, hogy egy rétnek a másik oldalán osztrák határőrök vannak, szürke egyenruhában, és átmentem a réten reggel 5 órakor. Azt mondtam, megérkeztem szabad földre. A határőrök pedig azt mondták nekem,
hogy kedves uram, örülünk, hogy átjött ezen a réten, de ezt épp tegnap éjjel aknásították le újra, méghozzá nem is magyarok, hanem oroszok, és azon fogadtunk itt egymással, hogy maga repülve fog megérkezni Ausztriába, vagy pedig a saját lábán. Hát olyan szerencsém volt, hogy nem léptem aknára. A kalandos út végállomása London volt. Itt hamarosan a BBC magyar adásának szerkesztőségéhez csatlakozott, és alkalma volt megtapasztalni az angol sajtó véleményének megváltozását. Az angolok rettenetesen el voltak telve attól, hogy Magyarországon egy ilyen kis nemzet fellázott, egy hatalmas elnyomó hatalom a Szovjetunió ellen, és hogy harcolt, és a fiatalok, és a tinédzserek harcoltak az utcákon, és hogy napokig és hetekig ellen tudtak állni a szovjet hadseregnek és a tankoknak. A forradalom után több mint 200 ezer ember hagyta el Magyarországot. A modern Európa történetében ennél nagyobb népmozgás csupán a spanyol polgárháborút követte. A nemzetközi közvélemény tiszteletét azonban sikerült kivívnia a felkelőknek, ezért megsegítésükre jól szervezett nemzetközi humanitárius akció indult. A magyarok nem sokára befogadó országuk szerves részévé váltak, és a külföldi magyar közösség életében mindmáig meghatározó szerepet játszanak.